Érkezik Szendrődi Enikő a Nem is kacat látványműhelytől. Én neked mindig úgy örülök, szia! Sziasztok. Mindig olyan szépeket csinálsz, és hozod a kedvenc ecseteimet. Igen, sziasztok! Igen. És hát szerintem a visszatérő nézőink már sejthetik, hogyha te jössz, akkor kréta festék valamilyen formában elő fog kerülni. Ez így van. De engem most megleptél, mert arra nem számítottam, hogy kréta festék és lámpaernyő fog egyszerre előkerülni. Nagyon sok felületen ugye jó a kréta festék, és tehát nem csak bútoron és fán használjuk, úgyhogy különböző felületeket hoztam most nektek, és elsőként a nagyon izgalmas dologról, a laminált felületekről szerették beszélni. Hát azon is jó a kréta. Mert hogy ezen is jó a kréta festék. Van, ami nagyon... nem jó? Tehát akkor fordítsuk meg. Hát ilyen nagyon-nagyon csúszós felületeken, meg olajos felületeken, például tikfán kifejezetten nem jó. Aha. De tényleg, tehát hogy textilen, téglán, betonon, üvegen természetesen, tehát hogy fogok most a kicsit a laminátról beszélni, aztán az üveget is szeretném nektek megmutatni, illetve a textilen, hogy működik. Érdekel. És ugye amitől nagyon félnek az emberek, az, hogy első rétegben ez így néz ki, tehát hogy ez eléggé csúnya, és akkor itt hoztam nektek egy olyan felületet, tapogassátok meg, mert simi. Nagyon igen, tehát hogy gyönyörű, szép, sima felületet lehet festeni. És hány réteg, érzem a különbséget. Ez három réteg, tehát laminált felületen azért mindig kell három réteg. Hadd kérdezzem meg, nem is minden nézőnk tudja, hogy a laminált felület az pontosan mit jelent, meg hol találkozhat vele. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon szépen látszik itt oldalt is, hogy ez egy bútorlap, amin van vagy egy fólia, vagy egy laminátum, tehát ez egy műanyag borítás tulajdonképpen. Ezek polc anyagok, tehát hogy kereskedelemben megvásárolható. Hát nagyon, de a gardrop szekrények, konyha szekrények, ugye ezek szoktak általában ezekből készülni. Ez így van, és ezt azért hoztam nektek megmutatni, mert ez egy hagyományos festék, amit itt láttok. Tehát ez egy, látjátok, egy ilyen kis sötét barna színű laminált bútorlap, hat rétegbe festve hófehérre. Igen, és még mindig átlátszik, ez pedig a kréta festék szintén hófehér árnyalatban, három rétegben, de nyilván látszik a különbség. Kicsit döntsük meg, hogy lássa a kamera is. Mutassátok meg, hogy azért ez egy kézműves, tehát ez, ami a kréta festéknek igazából a sajátja, és ezért szeretjük, hogy egy ilyen kézműves felületet tehát soha nem lesz vele. Egy ilyen homogén felület. Nem, ez így van, tehát aki ilyen homogén felületet szeretne, annak ez nem való, tehát azért ez egy kézműves dolog. Kezem otthon... munkájának a hulláma és vonalai. Abszolút, de azért mutattam meg ezt is, hogy lehet ilyen sima felületet is készíteni vele, ez kicsit macerásabb, mint ez. Igen, és stílusban ez mit jelent? Mert mondjuk, hogyha veszek egy gardrop szekrényt, ami ugye egy ilyen nagyon szögletes, minimalista, fehér laminált bútorlapból készült darab, akkor az hogy fog kinézni, hogyha átfestjük? Én értem, hogy a szín szép lesz rajta, de hogy a stílust azt hogy lehet egy kicsit akkor alakítani? Én azt mondom, hogy aki a modernet szereti, az igenis tegye bele a munkát, hogy próbáljon meg egy ilyen szép, sima felületet létrehozni. Én híve vagyok ennek a rusztikusságnak is, tehát hogy azt gondolom, hogy ez még belefér egy nagyobb gardrop szekrénybe is. Az ember tényleg a sajátjának érzi akkor azt a, és mit kell ahhoz, azt a darabot. Mit kell ahhoz csinálni, hogy egy ilyen felületet létre tudjál hozni? Spéci krétafestéke hozzá? Nem, azt mondtad, hogy tegyük bele a munkát, tehát mutasd meg, légy szíves, hogy hogy kell ezt a melót. Igen, nagyon gyorsan, akkor ezen a felületen. Én azt én látom, hogy tényleg mindig megállapítom, hogy ezek a kis kiegészítők, hogy mindenhez van eszköz. Nyitó eszköz, egy külön nyitó eszköz is van. Ugye látjátok, hogy ez ilyen szép sűrű, tehát ezért óckodnak egyébként a kréta festéktől, mert túlságosan sűrű a felület, vagy a festék maga, és ez egészen egyszerűen így, tehát hogy ez semmi ördöngösség nincs. Felpingáljuk. Egy teljesen ilyen random ecset kezeléssel az első réteget, mindenféle félelem nélkül, bátorsággal, nyugodtan. Akkor ugye ez megszáradjon, és akkor ugye a második réteggel. Abszolút, és igen. És aztán majd fog finomodni a mozdulat? Igen. Tehát a lényeg az az, hogy az első réteget mindig nagyon vékonyan kenjük fel, és szeretném felhívni a figyelmeteket, ez a kedvencem, ez a lap, tehát ez is egy laminált lap, tehát ez látszik az oldalán, sötét barna, és hát látszik az erezet, tehát hogy ilyet is lehet krétafestékkel csinálni. Igen, tehát egy kicsit, hogy lássa a néző is, hogy akkor így néz ki. Tehát ilyen volt eredetileg, és akkor úgy lett átfestve, hogy megmarad ez az eredetiség, de mégis más lesz a igen. Ehhez egy nagyon kevés festéket használtam, tehát pont ez a jó benne, hogy rettenetesen. És ezt nem is kell megcsiszolni, meg semmit. Tehát nem tudsz vele mit csinálni. Egy nagyon sima felület. Tehát a műanyagot ugye nem tudsz mit csiszolni, de nagyon fontos a tisztítás, tehát mielőtt nekiálltok festeni laminált felületet, vagy bár
bármilyen felületet is, zsírtalan. Eszenciális a tisztítás. Aha, igen, mert alaposan zsíros zsírtalanítunk, marad. Portalanítunk, tehát ez nagyon-nagyon fontos. És közben így próbáltam így becsempészni a kérdésemet, hogy van különbség, tehát mondjuk másfajta krétafesték, amit mondjuk a lamináthoz kell használni, vagy ez ugyanaz a krétafesték mindenre jó? Hát a krétafesték maga az annyi azért krétafesték, mert az összetétele olyan, hogy alkalmas arra, hogy megtapadjon csiszolás nélkül mindenféle felületeken, úgyhogy bármilyen krétafesték. Tehát nincs olyan, igen, tehát krétafesték az krétafesték, nincs olyan, hogy kicsit ilyen krétafesték, vagy kicsit olyan. Vannak olyan gyártók, akik mondjuk akrillal keverik, akkor az is a tapadás segíti, ebben konkrétan most nincsen semmi, tehát ez a pure krétafesték. Folytatjuk, mert egy nagyon izgalmas téma, és nekem is még rengeteg kérdésem van, de el kell kezdenünk a mézes kalácsot. Más pingálást kell kezdjünk itt a készítést. Nem, most még csak a mézes kalácsot fogjuk. Na hát itt látom, hogy itt már több réteg felkerült. Igen. Nagyon sajnálom, hogy ezzel nem vártál meg, mert úgy szerettem volna látni. Haragudj, bocsánat. Ez most a második réteg? Ez a második réteg. Jó. Még nincs kész, de közben előkészültem a textilre, mert ez is nagyon érdekes, és ezt is nagyon szeretném nektek megmutatni. És beúszok ide a halammal, gyere. Csak hogy én hoztam a halamat. Fantasztikus. Tessék, ennél jobb hal. Ez egy szabad kézzel készült hal. Na, úgyhogy Jónást visszateszem. Jónás. Ide. Jónás a harcsa. Aki ponty. Aki ponty. Ponty az. Oké, szóval vissza a krétafestéshez. Bocsánat. Textil. Textil, igen. Tehát azért alkalmas egyébként a krétafesték a textilfestésre. Nem textilfesték. Tehát ugye szeretném leszögezni, hogy nem textilfesték. Viszont nagyon magas a pigmentanyag. Tartalma. Tehát pont úgy működik, mint amikor mondjuk húsvétkor tojást festünk, tehát hogy a hagymalé az ugye megszínezi a tojást. Tehát egyszerűen az történik, hogy amikor lefestesz egy textilt, és ezt azért hoztam, hogy mutassam meg nektek, az ilyen. Tehát az ennyire erős, meg ilyen sprőd, tehát ez az, amikor nyersen rajta van. Akkor ez van. Nem szívja be itt az anyag a festéket, hanem ez megmarad a felületén. Nem, pont ez a lényeg, hogy bizonyos pigmentanyagokat viszont beszív, tehát ez az a menete, hogy ezt ki kell utána mosni. Ez a kérdésem, igen, neked is, hogy megmarad. Ez egy függöny, amit a készítés után kimostam 30 fokon, és tulajdonképpen ez, amit itt éreztek benne, ez mind eltűnt, tehát ez kiment, tehát a festéknek az adalékanyagai, a kötőanyagai mind eltűntek, viszont a pigmentek beültek a szálak, tehát az anyag szálainak a mélyére, és egyszerűen van egy ilyen rusztikus, abszolút, nem annyira igen, erős tehát, hogy ez mindenképpen halványodik, és akkor lehet ezekből tényleg ilyen kis készleteket. De akár innen már nem halványodik tovább? Tehát innen nem. Tehát innen ez már akkor így nyilván, hogy póló festésre nem ajánlom. Tehát egy olyan ami dolgot, sokszor mosunk, de mondjuk a függönyt, amit egy évben kétszer-háromszor mosunk. Tehát a nagy takarításnak, amit egyszer-kétszer kimosod, akkor ez... Jó a szomszédaidnak. Ez 20 évig benne marad. Tehát, hogy ez biztos. A pólót, hogyha kimosod minden héten 60 fokba, akkor biztos, hogy halványodni fog, tehát egy idő után el fog tűnni, tehát józan paraszti ész szerint használható textilfestésre. Felhívnám a figyelmeteket a kis párnára, meg a kis terítő, meg a lámpa ernyő készletre, tehát ezt is úgy készítettem, hogy kimostam, tehát hogy képzeljétek el, hogy benne van ez, és akkor most remélem ezt ki is tudjuk most próbálni. Tehát nekem jobban tetszik ez a kicsit kopottas, igen, mint a... Igen, tehát ugye ezt nem tudom kimosni, tehát ez így néz ki, amikor ugye ráfestjük, és a terítőt is, és a párnát is ugye kimostam. Itt mindig az ember félelme, hogy nagyon erős a festék, nagyon erős a pigmentanyag, majd mindjárt látni fogjátok, és úristen, mi van, ha beteszem a mosógépbe, tehát egy hófehér anyagon, biztos, hogy szét fog folyni, és nem. Én festhetem? Látod, mind a kettőt beállítottam neked, úgyhogy hajnál. És akkor ugyanúgy, hogy nyilván nem a szabad kézzel történik a dolog, hanem egy ilyen sablon segítségével. Tehát nálunk muszáj, hogy történjen valami, mert a Márk is, meg én is ilyen tevékeny emberek vagyunk, már sokáig beszélsz valamiről, akkor idő után kényszeresen elkezdünk mozogni. Ez is szeretnék hozzátok jönni, mert megcsináljátok a munkadandárját. Hát azért, talán azt nem, de egy kicsit belekontárkodunk egy kicsit, én inkább így fogalmaznék.
Menj, én most itt viszonylag finoman nyomom, ennél erőteljesen. Igen, tehát kell. Az a különbség, ha fára stencilezel, meg ha textilre, hogy itt nyomni kell erősebben. Uh-huh. Ugye itt is megtörtént, hogy alá folyik, uh-huh. de itt jobban rá kell nyomni, aha. hogy igenis menjen be, és akkor a trükk az az, hogy azért betettem a párna, ugye ez egy párnahúzat, és beletettem aha. egy kartonlapot, aha. hogy a másik oldalára igen, ne üssön át, hogy azért szép maradjon. Az jó. Én mindig annyira élvezem ezt a krétafestést, mindig, igen. amikor jössz, és mindig elhatározom, hogy otthon is fogom használni, és aztán valahogy elfelejtődik mindig. De hát ez ugyanolyan, mint a horgolás. Én azóta is gondolok a horgolásra, hogy ez nekem milyen jól esett, de pontosan tudom, hogy nem vagyok képes beilleszteni az életembe. Az a baj, hogy túl sok mindent csinálunk, mindig kiderül. Ezért volt egyébként a Covid, az, hogy be voltunk zárva, igen. akárkivel beszélek, mindenkinek uh-huh. azt mondja, hát igen, amíg tartott a karantén, addig ezt csináltam, igen, azt csináltam, igen. tehát igazából egy csomó pozitív hozadéka van, és akkor van, aki be is tudta építeni az életébe, hogy ez még mindig ott van, hát... Erre vigyázunk. Igen, egy kicsit megszaladt. Hát ez lesz az egyediség, igen, az a hiba, amitől lehet tudni, hogy én csináltam. Igen, ilyenek vannak a lámpaernyőn is bőven, úgyhogy ne aggódjál. Na jó, akkor hagyjuk, hogy ezt korrigáld, vagy ha nem tudod korrigálni, akkor legalább folytatom. Még egy rétegben igen, légy szíves, felsd meg. Na hát, megtörtént milyen az, amit gondoltam. Festettem. Nagyon ügyes vagyok. Igen. Egyrészt Márk festett egy gyönyörű párnát, én igen. pedig harmadik rétegben is felkentem valamin át bútorra. Tehát annyira sokoldalúak vagyunk. Hát amiről beszéltél, mindig nagyon sokat segítünk neked a munkában, ez hát ez van. Itt megtörténik. Ez így van. Mennyi ideig kell száradnia ennek? Hát most nem volt elég idő egyébként száradni, de egy óra maximum, azt komolyan, mondom, hogy egy három óra réteg. Maximum, igen. Igen. Tehát, hogy hogy tényleg egy ilyen 15-20 perc alatt megszárad egy réteg. Türelmetleneknek való tevékenység. Abszolút, tehát én ezért imádom a krétafestéket, hogy egyszerűen annyira gyorsan lehet vele dolgozni, hogy hihetetlen. Ez most ugye nem egy sima felület, ehhez kicsi víz kellett volna nekem, amit itt elfelejtettem hozni magammal, de szép rusztikusra csináltam, úgyhogy szerintem ez így is egy polcnak tökéletesen megfelel. Kész a párnánk is, ugye ezzel semmi más dolgunk nincs, mint ki kell mosni, hogy ez a sok-sok pigment, vagy az adalékanyagok kijöjjenek belőle. Próbáltam oda tenni egy kis levelecskét, hogy ez így ne legyen, és akkor megkapja azt a halvány színét. De gondolom, egy picit azért meg kell száradjon, mielőtt a mosógépbe rakjuk. Igen, nagyon meg kell száradjon. Tehát ezt én azt ajánlom, hogy egy napot hagyjuk száradni, szépen tényleg úgy szoktuk mondani a festéket, hogy kopogósra szárad, és akkor utána ki lehet mosni 30 fokon mosógépbe. De pont azért vettem ezt itt elő, hogy még szőnyeget is. Gondolom, igen. ezek az ilyen természetes igen. alapanyagú, ilyen len, meg len, nem tudom. Lenvászon, szizálszőnyeget gyönyörűen lehet festeni. Hát, jó. Úgyhogy fantasztikus mintákat, tehát tényleg csak a kreativitás szabhatát, illetve hogy behozhatjuk ugye az újrahasznosítást. Hát igen, mert látom, hogy itt van egy konzerv, ami igen, vigyázz, mert ez még nagyon fog, ezt most kezdtem el festeni, illetve hát itt egy üveg, amin kipróbálhatod, hogy akkor ezt hogy néz ki, tehát amit felemeltél az elején, tehát ez egy pálinkás üveg, nagyon tehát jó. hogyha van otthon egy-két olyan régi, tehát konzervdobozok, én ezeket az íróasztalomról hoztam most el különböző színekre, festve. Ez ajándékötletnek is nagyon jó, hiszen igen, pont erről beszéltünk, hogy valakinek karácsonyra készített, én például most csináltam megint a szokásos zöld paradicsomos csátnimat, és akkor az kis üvegecskékben van, el tudom képzelni, hogy arra akkor rá lehet pingálni egyet, és úgy odaadni de valakinek jó, jó. Jó, itt is hangsúlyozom, hogy nem üvegfestékről van szó, mert igen. ez ilyen átlátszó. Simán egyszerűen kenyed, és látszik, hogy hogy tehát első rétegben tapad, igen, nem igen. lesz tökéletes első rétegben, az üvegen is egy három réteg kell. Aha, nem is kell törekedni. Annyira gyönyörű ez a szín. Ez a navy blue. Oxford névinek hívják nálunk, de navy blue, tehát nagyon könnyen lehet használni, és akkor itt nem dekoráltam túl ezeket a dolgokat, nem gondoltam túl, de nyilván mindenki az ízlésének megfelelően aztán dekorálhatja mindenféle eszközzel ezeket az üvegeket, de tényleg egy nagyon jó alkalom arra, hogy akár a maradék festékünket elhasználjuk,
Meg most itt nézem például, hogy ugye lehet ilyen modern mintákat is, tehát én most látom magam előtt, hogy az én fiaim ezt lehet, hogy szívesen csinálnák, mert hogy most pont még a szoba átalakítás projektünk most már csak az utolsó dekorációs elemek elhelyezésénél tart. Hát ez nagyon klassz. Ez így van. Tehát ezt én gyerekkoromban egyébként csináltuk is textilfestékkel, hogy így összegyűrtünk anyagot. Igen, ami batikolás. Batikolás. Mekkora divat volt a batikolás. Hát nagyon köszönjük, megint új távlatokat nyitottál, egy olyan termékkel, nem amiről azt gondoltuk, hogy ó, hát erről már mindent tudunk. A bút, már annyi bútort lefestettünk, más nem lehet vele csinálni, de ez is kiderült, hogy mégis, igen. Na jó, hát festeges nyugodtan, én megnézem, hogy itt, hogy mi történik. Fél munkát ne végezzek, én azért ezt befejezem. Szuper, oké. Okay.